A maglodi önkormányzat korábban közel 150 millió forintot nyert 4 önkormányzati belterületi út korszerűsítésére, szilárd útburkolattal történő ellátására. Most a múlt heti projektzáró eseményen felszólaló polgármester beszédéből idézünk. 2018-ban készítettünk egy pályázatot, Pest megye településfejlesztési programja keretében sikerült nyernünk 149,8 millió forintot, amelyből elindult a megvalósítás. Tervezés előkészítést követően 2020-ban kezdtük el a 4 maglodi önkormányzati belterületi út építését. Összességében ez 2,2 kilométernyi szilárd burkolatú út elkészítését jelentette. Az elmúlt év utolsó napjaiban a kivitelező befejezte a Kepler utca második szakaszának az építését. Ezzel lezárult az a projekt, amiben úgy gondolom, hogy elég tetemes lépést tettünk annak érdekében, hogy intézményeinket meg tudjuk közelíteni. Most itt, ahol állunk, a nyaralói általános iskola szomszédságában, szintén az volt a célunk, hogy az iskola megközelítését és parkolását minél színvonalasabb módon biztosítani tudjuk, és ugyanez a tervünk valósult meg a Kepler utcában, amikor az épülő utcához szerettünk volna kialakítani egy új közúti kapcsolatot. Bízom benne, hogy az iskola is milyen hamarabb elkészül, és ez az út is betölti azt a funkciót, amire terveztük és szántuk. Én köszönöm szépen képviselőnek a segítségét, meg a Pest megyei önkormányzat támogatását, és bízunk benne, hogy lesz még olyan pályázatunk, amelynek keretében hasonló útátadásra tud sor kerülni, hiszen önkormányzatunk célul tűzte ki azt, hogy a ciklus végére valamennyi belterületi utunk aszfaltos legyen. Hitelfelvételhez is folyamodtunk, de vannak még futópályázataink, bízom benne, hogy eredményes lesz az is, és az elképzelésünket meg tudjuk valósítani a ciklus végére. A térség országgyűlési képviselő is méltatta a Maglódon született helyes döntést, mint mondta, a belterületi utak és a közművek korszerűsítése nem csak a városvezetés, de minden helyi ember jól felfogott érdeke is. Ez a beruházás, ez a projekt záró rendezvény is arról szól, hogy amikor az elmúlt uniós költségvetési ciklusban kiderült az, hogy Pest megye nagyon komoly hátrányokat szenved el, ami miatt nem kaphat a Budapesttel való közös létünkből adódóan pályázati forrásokat. A kormány úgy döntött, hogy mintegy 80 milliárd forintnyi összeggel segíti a Pest megyei településeket. Ennek a projektnek is része volt ez a bizonyos beruházás, ahol a belterületi utakat lehetett megépíteni és felújítani. Egy ilyen településen, mint Maglód, ahol az elmúlt időszakban nagyon komoly a fővárosból kiköltöző hullám indult el, és nagyon komoly iskola bővítési problémák adódtak, hiszen a mi településeink jelentős részénél több mint 100%-os a beiskolázás, folyamatosan nő a gyereklétszám. Ez is az egyik oka annak, hogy Maglódon is folyik egy nagyon komoly iskolaberuházás. De ahhoz, hogy egyáltalán, hogy a polgármester úr is mondta, el lehessen jutni A-ból B-be, ahhoz most már nem csak autót kell vásárolni, hanem az utakat is meg kell építeni. Ebből a szempontból nagyon helyes és nagyon fontos dolog az, amit Maglód kitalált és megpályázott, hogy a belterületi útjait meg kell újítani, és vele együtt természetesen a közműveket is meg kellett újítani, hiszen a közmű kapcsolatokat is el kellett rendezni. Én gratulálok a településnek az elvégzett munkához, és azt kívánom, hogy a következő időszakban is tudjon ez folytatódni, hiszen tervek és feladatok még mindig vannak, és reméljük, hogy a 2023-as év az alkalmas is lesz arra, hogy ezeket a terveket és feladatokat elvégezzük. A projekt esemény végén dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Tabányi Pál polgármester átadta rendeltetésszerű használatra a maglódi belterületi utakat.